Polgári Monológ. Érték a felszín alatt. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Polgári Mulatóba. Köszönjük szépen, aki eljött ma este hozzánk. És megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Csaba testvért. Kérem, fáradjon ide a pódiumra. Fogadjatok szeretettel Bőte Csabát, aki nem csak a magyarság közt híd, a Gunyhatárt átívelően összeköti a magyarokat Kárpát-medence szerte, hanem hát már 3 évtizeddel dolgozik, munkálkodik a gyermekekért, több mint 6000 gyermeket mentett meg. Nem árulunk ezzel titkot, és egyébként meg is ragadom az alkalmat, hogy itt megköszönjek neki. Ő az az ember, aki nem állt elmondani a véleményét egy percig sem habosza, ki kell állni az igazság mellett. Gondoljunk csak Budázi Györgyre, aki, ha jól emlékszem, Virágvasárnapon mondott a gyermekekkel imát azért, hogy megszülessen az, ami megszületett, amit nagyon kevesen hittek, és mégis megtörtént. Tehát a hit és az ima, annak fantasztikus ereje van. Ebben az időszakban, pláne amikor még sosem volt ilyen csinos a sátán, látjuk a jelmezeket, amiket a szivárványban öltözött, és látjuk azt, ahogy meggyengült, sosem látott ilyen üldözésben, nem volt még a kereszténység Európában és a világon, és ebben az időszakban is egy olyan ember, aki ebben munkálkodik, és minden erő és gáncs ellenére folytatja ezt a küzdelmet. Én azt gondolom, hogy egy naptapsot kérek szépen Bőte Csabának. És akkor most szólítám a színpadra azt a hölgyet, aki nagyon-nagyon sokat munkálkodott a Csaba testvér mellett, talán hetekig is kín volt, és nagyon sokat tett azért, mint újságíróként, mint emberként, mint asszonyként azért, hogy a Bőte Csabáról azokat a nemtelen támadásokat lebontsa, amikkel a nem létező háttérhatalom a Soros Zsoldos médiával megpróbált beburkolni. Úgyhogy fogadjátok nagy-nagy szeretettel Füssé Angélát! Nagy tisztelettel köszöntelek benneteket, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és át is adom a stafétát, hogy ezt a fantasztikus beszélgetésnek kezdetét vegyétek. Köszönöm. Köszönjük szépen. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, és hogyha megengeditek, akkor szeretném azzal felvezetni ezt a beszélgetést Bőte atyával, hogy hogyan is és miért is kerültem én oda hozzájuk, és mi az, amit kaptam, és mi az, amit azóta azt gondolom, hogy mindennél fontosabbnak tartok az életemben. Talán azt hiszem, hogy még neki sem mondtam így el ezekkel a szavakkal, de hogy akik ismerik a munkámat, tudják, hogy én egy ilyen nagyon kemény harcos ember vagyok oknyomozó újságíróként. És amikor Csaba testvért és az alapítványt, a munkáját bántani kezdték, akkor én harcolni mentem ki hozzá azért, hogy megvédjem őt és megvédjem a munkáját, a munkatársait, a gyerekeket, és úgy jöttem haza onnan, bár azt hiszem, hogy egy kicsit ott is maradt belőlem, hogy nem harcolni tanultam, hanem azt tanultam meg, hogy nem harcolni kell, hanem szeretni és megbocsátani, és akkor saját maguktól fognak megoldódni a konfliktusok. Én fontosnak tartanám, persze biztos, hogy úgy is fognak kérdezni majd arról, hogy mi minden történt itt a nyáron, mert nagyon sok nehézség volt, amiről majd biztosan fog az atya beszélni, de talán a legeslegfontosabb dolog, amivel én szeretném, hogy elkezdjük ezt a beszélgetést, az az, hogy 30 éve van Dévai Szent Ferenc Alapítvány. Csaba testvér 30 éve karolta fel az első gyermeket, aki egy templom előtt koldult, akkor szervezte meg az első nyári tábort, és bármilyen nehézség jött az elmúlt 30 évben, akkor ő soha nem adta fel. Mert van egy olyan mottója, ez volt az első dolog, amit megtanultam tőle, hogy úgyis a szeretet győz a végén, ha az ember hisz a szeretet végső győzelmében, és hogy senkiről soha nem szabad lemondani.
Csaba testvér, elmesélnéd-e nekünk, elkezdenéd-e ott ezt a ma esti beszélgetést és történetet, hogy hogyan is indult ez a 30 év? Mi történt akkor, amikor te fiatal papként először találkoztál ezekkel a gyermekekkel? Én is mindenkit nagyon szeretettel köszöntök, örvendek, hogy itt lehetek. Ugye a gyerekek mindig azt mondják, ő kezdte. Hát én is azt mondom, ők kezdték, nekem eszembe nem jutott volna, hogy felcsapjam a kolostort, és hát jöttek, koldultak, mit tudom én, hogy jött egy néni is, hozott egy gyereket, hogy fogadjuk be. Tehát igazából ott volt a helyzet. Valaki, tehát azt gondolom, senkinek nem jutna eszébe beleugorjon a Dunában. De ott sétálnám mellette, és valaki vergődne a vízbe, akkor lehet, hogy akár októberbe is bemennél a vízbe, mert segítségért kiállt valaki. Hát igazából én is ezekre a kérésekre próbáltam választ találni, választ adni, és hát ugye az ember csak az első pofon a legnagyobb, az első gyereket befogadni a legnehezebb, aztán jön a többi szerre. Tehát sajnos Romániában államcsőd volt, összeomlott a gazdaság, és nagyon sok család széthullott. Ugye hát ezek a nagy zsírvölgyi bányák bezártak, a Vajdahunyadi kombinát bezárta kapuját, és tényleg nagyon sok ember elment külföldre, ide-oda elzülött, és a gyerekek az utcán voltak. Tehát, na és hát igazából nem tudom, sok történetet tudnák elmondani, de inkább elmondom azt, hogy szeptemberre már volt, vagy 30 gyerek. Na és akkor, hát ezek iskolába kéne járjanak. És hát most elmentem a legközelebbi iskolához, egy román iskola volt, 1600 diákos. Mondta egy fiatal, kedves titkárnő volt, hogy írja be a magyar szekcióra ezeket a gyerekeket. Szóval, de nincs magyar szekció ebbe az iskolában, de mondom, már intézik Bukarestbe. Ja, ha intézik, az más. És ő beírta. Na, és akkor szeptember 15-én, hát ugye nem voltak szülők. Na, de nőszövetséget meghívtam a templomból, hát a kedves mamákat, hoztunk virágot is, meg mindent, és kicsit csíptek magunkat hatszögre, és hát ugye elkezdődött ez a tanévkezdői szertartás. És ugye ilyen nagy négyszögbe álltak a gyerekek, akkoriban rengeteg gyerek volt mindenfelé, és hát mi is oda megálltunk a végén, hogy is hívják, tapsoltunk. Az igazgatónő valami olyasmiről beszélt, hogy belépünk a NATO-ba, de jaj, de jó, össze kell fogjunk, s együtt, s közösen, s milyen jó. Hát mi is tapsoltunk, ha már ilyen jó, akkor egyet értettünk vele. És az egész szertartás után oda jön hozzám az igazgató, és azt mondja, hogy mi kik vagyunk. Éppen virágokat adogattunk egymásnak, hogy hát mi is úgy, na, lépjünk be a társadalomba, tehát hogy mondjam. Hát mondtuk, mi vagyunk ennek az iskolának a magyar tagozata. Hát akkor átnézett, hogy ilyen nincs náluk. Hát már hogy ne lenne, mert itt vagyunk, és tanulni akarunk, és most vívt, ugye kommunizmust elhajtottuk, demokrácia van, mindenki tanulhat ügyesen. Hát az nem lehet. Na, nagyon pillanatok alatt ott volt a megyei tanfelügyelő, és az elkezdett velünk kiabálni, hogy hogy képzelünk ilyesmit. Hát mondtuk, nem kell iskolába járni, értik a gyerekek, ezért ahol se jártak, ezzel nincs fennakadás, azt mondja, de ezt meg kell szervezni. Hát mondom, szervezzük. Hát nincs osztályterem, értsen meg, csak nincs. Hát mondta, akkor jövünk délután, hát végül is nekünk olyan mindegy, hát hogy mondja, az is jó, de nincs tankönyv. Há, mondom, a fekete piacon még kalasnyikovot is lehet venni, nem, hogy magyar számtankönyvet ne lehetne venni, hát meg naplót, meg ilyen, tehát amennyit akar, annyit veszek én neki, ne fúsuljon meg, mit tudom én, azért van az egyház, hogy segíljen. Na, hát nagyon-nagyon furcsán néztek ránk, de mi elkezdtünk iskolába járni, úgy csináltak, mint ott se lettünk volna, meg volt egy nyugdíjas tanítónén is, sokat neki nem ártatott a rendszer, és hát ugye elkezdtünk, így kezdődött el valahogy az egész. Aztán
Hát idő kellett, amíg, hogy mondjam, én tudtam azt, hogy a békát lenyelni nem könnyű. Tudják, hogy Jézus miért nem támad fel nagy péntek délután, vagy húsvét délelőtt? Hát neki is kellett 3 nap, míg ezt a békát lenyelte, nem? Hogy az embernek tenyerébe szeget vernek, hát az nem olyan könnyű azon túltenni magát. Hát ugyanúgy én tudtam, hogy civil a pályán, kommunizmus volt, hát ezek mind, hogy mondjam, tehát állami monopól volt a gyereknevelés. Na nem beszélve, még magyarul is beszél, meg katolikus pap is, szóval ez minden biztosítékot kivert. De én azt gondolom, hogy mindig, amikor mentem hozzuk, megálltam az ajtóba, és azt mondtam, ha csak ez az egy ember lenne, ez az igazgató, ez a rendőr, akárki, Jézus ezért az emberért meghalt volna a kereszten. Tehát neked, Csaba testvér, most nem a gyerekeket kell szeressed, hanem most azt az embert. És a lehető legnagyobb türelemmel, alázattal, kedvességgel próbáltam én nem korrupálni, hanem szeretni. És hát most elmondhatom azt, hogy én Déván díszpolgár vagyok, Istennek legyen hálás, 30 éve, hogy mondjam, tehát nincs problémánk, a gyerekek járnak iskolába, tehát tényleg lenyelték a békát. 30 év alatt egy gyerek nem jött haza Déván, pedig 2,5 kilométerre van az iskola, hogy őt a románok megverték volna. Úgyhogy én tényleg nem azért hiszek a szeretet végső győzelmébe, mert ez ilyen jól hangzik, vagy mert ez a kincstári optimizmus, hanem megtapasztaltam, hogy ez működik, hogy igen, hát nem csak a hatóságok tudnak kellemetlenek lenni, egy-egy utcagyerek is nagyon-nagyon furcsa tud lenni. Tehát, hogy mondjak el, hogy például volt egy nagyon aranyos szőke fiúcska, és hát az első osztályba hozták, Temesvárról, nem tudom, egy utcagyerek, és hát hoz nekem egy piros almát. Másnap valami kekszet hozott. Harmadik nap egy ilyen zsebszámológépet. Hát mondom, ez honnan van neked? Azt mondja, a piacon lopta, de ez olyan... Hogy mondjam, na, magát értető, na mondom, gyere egyet sétáljunk, hát ez azért, hogy mondjam, na, beszéljük ezt meg egyáltalán, hogy van ez. És kiderült, hogy ő Temesváron az anyukáját aztán megismertem később, egy nagyon depressziós néni volt. Mindig le volt sötétítve a lakás, és a plébános akkor hozta el, amikor az anyuka megírta a búcsú levelet, és a gyerekével is aláíratta. És akkor a plébános gondolta, hogy most az itt nem jó helyt van az a gyerek, és akkor elhozta hozzánk. Na de a gyerek csellengett, tehát nem erős tűlti otthon, és akkor képzeljék el, hogy hát ugye ilyenkor már októberben, ott is hideg van Temesváron, és voltak ezek a nagy hőcsatornák, ahol mennek a tömbházhoz hát a központi fűtés, és kibontottak egy ilyen helyet, és ott volt egy nagyobb fiú, és oda a csövek közé, ének idején, hát azért engedte be a kisebbeket, ha vittek neki valami szajrét. Tehát, hogy nos, ott Kolostornál látta, hogy én vagyok a góré, hát hogy biztos, ami biztos, kezdte hozni nekem is a szajrét. Na ez egyet más, hát mondta, nem így van. Hozol 10-est, jó jegyet, szófogadást, na attól leszek én nagyon feldobva, akkor beengednek akárhova, meg mindenféle, de ide ilyen számítógépeket, meg ezt azt nem gyűjtögetünk a piacon, pláne nem, meg egyáltalán nem. Tehát, hogy innen kell kezd indulni az ember, és hát ezt türelmesen, nyugodtan, higgadtan el kell magyarázni. A hatóságoknak is, hogy jobb nektek, ha én összeszedem a gyerekeket. Mondtam, hogy ki vesz itt ebből? A gyereknek jó. Nektek meg ciki, hogy ott van az utcán, koldul a gyerek, nem? Hogy mondjam, az öreg néninek, aki megoszta a kenyerét a gyerekeknek, jót cselekedhet, nem? Akitől megveszem a tejet, kenyeret, az is jó jár. Mondj egy személyt, aki rosszul jár azzal, hogy én ezt csinálom. És akkor nézett a polgármester, és nem jutott eszibe senki. Na hát akkor hogy mondjam? Így elkezdtük. Tehát így indult el, és tényleg én azt gondolom, hogy hinnünk kell a szeretet végső győzelmébe. Persze sokszor egy anyóst elég sokáig kell szeretni, de na, én B-tervet nem látok. Én mindenhol el szoktam mondani azt, hogy Csaba testvér egy olyan gyermekvédelmi rendszert épített fel ott Romániában,
amiről nagyon komolyan gondolom, hogy példát kellene vennünk. Aki még nem járt ott, egyébként ajánlom, hogy érdemes meglátogatni őket. Csupa olyan csillogó szemű fiatallal fognak találkozni, és egyébként olyan visszatérő, már felnőtt emberekkel, akik boldog emberek, sikeres életük lett, elérték a céljaikat, sokaknak, akik már felnőttek, kinőttek, családjuk lett, nagyon sokan közülük felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, és mindezt úgy, hogy sokkal rosszabb helyzetből és rosszabb környezetből jöttek, vagy hozták őket, mint amilyen helyről sok esetben mondjuk például a magyar gyermekvédelmi rendszer hozza a gyermekeket. És én talán azt gondolom, hogy kezdek rájönni, hogy mi a titok, hogy jól gondolom-e, Csaba testvér, hogy az első hozzáállás az, hogy szerinted nincs olyan, hogy rossz gyermek. És hogy te mindegyikükhöz, ők is ezt mondják, hogy mindegyikükhöz úgy álltál hozzá, hogy ő jó, és hogy ő belőle bármi lehet, ha saját magában is hisz és követ. Hát ugye, hogyha én magamról, vagy akár kedves anyósomról, vagy mit tudom, szomszédomról, vagy a baloldali kollégámról azt mondom, hogy milyen hülye, vagy milyen rossz, vagy mit tudom én, milyen korlátolt, akkor igazából mit mondok? Hogy menjél, atyám, mikor ezt teremtetted, akkor meglöktek? Vagy spicces voltál? Vagy mit tudom, hétvége volt, csak a 12-t össze kellett csapni? Tehát én azt gondolom, hogy Isten minden embert a maga módján tökéletesnek teremtett. Múltkor egy pupos kérdezte, hogy hogy lenne tökéletes, hát ő se lejt. Hát mondom, nézd meg, az a Vukovics, vagy az a fiatal ember, akinek keze, lába hiányzik, megtöltötte, hogy háromszor az arénát, nem? Hát próbáld meg te. Tehát én azt gondolom, hogy ő úgy tökéletes, ahogy van. De el tudja fogadni magát olyannak, amilyen, és hát így indul neki az életnek. Tehát ő sírdogálhatna reggeltől estig, hogy pont a keze, vagy a lába, vagy mind a kettő hiányzik, nem? A gyerekekkel írtunk egy könyvet, ugye hát Murányi Sándor írta, panasz helyett. Tehát én elmondtam nagyon sokszor nekik, hogy tényleg hátrányos helyzetből jönnek, tényleg traumatizálva vannak. Csomó minden. Foci csapat, ha kapott egy gólt, azt nem kell letagadni, hogy kaptunk egy gólt. A lényeg az, hogy a következőt én rúgjam, nem? De ha leragadok ott, hogy miért kaptam azt a gólt, hogy miért tudok én ilyen szerencsétlen lenni, nem tudom, ha még rúgnak vagy hatot. Így van? Tehát az a lényeg, hogy panasz helyett. Hát most, hogy milyen hosszú az a házi feladat, nem lehet megtanulni. Mondom, amíg megmagyarázod nekem, hogy nem lehet megtanulni, addig már rég megtanultad volna. Nem? Álljál neki a magad feladatának, és csináljad. A Hargitáról jön le az a kő, az a patak, folyós, neki megy egy kőnek. Nem áll meg, hogy na ki az a hülye, ki ide rakta ezt. Hogy lehetek én ilyen szerencsétlenük? Kövek vannak itt előttem, meg a Brüsszelbe, az Unióhoz feljelentem, hogy telerakták kővel ezt a patakmedret. Nem ezt csinálja a patak, hanem csobban, fölötte, mellette, irányú, tudja maga dolgát, megy, végzi a dolgát. Tehát, hogy ne akadjunk fel. Tehát igen, az élet ilyen, kegyetlen. Sokszor nyaklevest is kapunk meg. Hát, na, adok és kapok, ugye? De az a lényeg, hogy én mit hozok ki belőle. Tehát én sokszor elmondtam a gyerekeknek is, az utcán mész, és szembe megy egy kutya, egy kóbor kutya. Hát azok nem ilyen ölebek, mint amit itt Pesten sétáltatnak, azok próbálnak megharapni. Hát te még, hogy próbálsz egy kővel hozzuk vágni, vagy hussánggal leütni őket, egy darabig jól ellesztek. Akik bírja, marja, nem? Ez az egyik út. A másik út esetleg eléveszel egy kenyérkarét, és próbálod megkínálni, szépen beszélsz vele, elkezdi csóválni a farkát, fületövét megvakarod, rámosolyogsz, hozzád dörgölődik, hazakísér, és egy baráttal több lesz. Tehát a nagy dolog, a művészet az, hogy a másikból kiszeretni a jót. Mert az, hogy a rosszat kipiszkálni a másikból, az nagyon gyorsan mehen. Belőled is lehet, hogy jókedve hazamész, és kettőt-hármat olyan mondanak neked, vagy a munkahelyen, és hát kiborulsz, és akkor elkezdesz kiabálni, nem?
Most az lenne jó, hogy egymásból a jót pickáljuk ki. Nekem nagyon-nagyon tetszik, ugye, hogy hát ott van ugye Saul. Hát eléggé, na, balos fiú, figura, mondhatnánk, na, liberális, akármit mondhatnánk róla. Ő úgy gondolja, ének idején elindul Damaszkuszba, hogy néhányat ott, aki másképp gondolkozik, az kivégezzenek, nem? Az apostolok cselekedetében ő maga leírja, hogy hát azért bizony üldözte a keresztényeket, és sokat börtönbe juttatott. És ezzel az emberrel Jézus szembe megy. Saul, Saul, hát miért üldözöl engem? Hát milyen jó lenne, akkor is lett volna ilyen paparazzi, aki felveszi, hogy miről is szólt ez a párbeszéd. De tudjuk, hogy Saulból Szent Pál lesz, a népek apostola, ki élete végén megírja a gyönyörű szeretet himnuszát. Tehát a Szent István vérétől ez az ember Jézussal való párbeszéd által eljutott a szeretet himnuszáig. Szeretet türelmes, szeretet mindent elhisz, mindent remél. Ó, a szeretet nem is szűnik meg sohasem. Na, én azt gondolom, ilyen jézusi szóra van szükség. Ezek az utca gyerekek, ezek nem szentek. Tehát olyan, utca az egyik nagylányunk mesélte, azt mondja, papácsi, emlékszik, hogy mikor idejöttem az első nap, hogy összeszidott maga engemet? Hát, mondom, már nem is emlékszem, de miért? Azt mondták a többiek, hogy én mutogatom a fenekemet a második emeleten az erkélyen. Hát mondom, az nem szép dolog. Tehát akkor már 7-8 éves voltál, és akkor elmesélte, most már felnőtt nő, két gyerekes anyuka, azt mondja, hogy az úgy volt, hogy maga befogadott engem a nyomornegyedből, de ott nem volt vécé. És aztán fent a második emeleten nekem nagyon kellett pisikáljak, és hát az erkét láttam alkalmasra erre a dologra, tehát nem a fenekit mutogatta, egyszerűen a dolgát végezte, hogy mondjam, a maga egyszerűségébe. De ezt nekem akkor mesélte, hogy 15 évvel később. Tehát, hogy az emberek nem rosszak, csak nem mindig úgy viselkednek, hogy kell. És igazából lehet, hogy nekem akkor nem volt türelmem, vagy mit tudom én, hogy szépen leüljek, és megbeszéljem ezt vele, hogy van. Persze, hogy hamar megértette, hogy az a bizonyos angol vécé mire való, és aztán el is kezdte használni, és többet ilyen probléma nem volt. De igazából időt, energiát kell szánjunk arra, hogy egymást meghallgassuk, megértsük, hogy vajon mi az, ami a másikat mozgatja, és akkor én azt látom nagyon sokszor, hát hogy mondjam, egy kacagás lesz belőlem. És ő is egyébként egyetemet végzett azóta, és talán külföldön dolgozik, úgyhogy hová jutnak el a sorsok. Nagyon fontos az, amikor azt mondod, hogy esélyt adni mindenkinek. Sokan szokták mondani, hogy úgy emlegetni a gyermekeidet, hogy Böjte Csaba árvái. Aztán rájön az ember, hogy valójában azok közül, a gyermekek közül, akik ott vannak nálatok, hát nagyon kevesen árvák. Ténylegesen árvák, hanem hát egészen különböző helyekről, különböző módon kerültek oda hozzátok. A Panasz helyett című könyvben ugye ebben nagyon sok minden kiderül, például kapásból Pali, aki a címlapon látható, akit egy falu akart meglincselni, és kapott menedéket nálatok, de egy kicsit, ha mesélnél arról is, amikor például Marikával, akivel a könyvek mögött találkozhatnak majd, amikor tényleg a nyomornegyedeket jártátok, és hogy milyen helyekről hoztatok el gyermekeket azért, hogy esélyt adjatok nekik, és az is nagyon fontos, hogy ezek közül a gyermekek közül nagyon sokakból nevelők lettek, akik később ők foglalkoztak az alapítványhoz bekerült gyermekekkel, és milyen sokan vannak, akik ma ők gondoskodnak a szüleikről. Én is mesélhetek, de itt van René például, egy kedves, az első szériából, 93-ban, 4-ben, akkor került be hozzánk, és itt lakik Ürömön, és elátom, eljött, nem látom a férjét, a gyerekeit, csak egyedül vagy, nem akarsz mesélni nekünk? Majd még Robi még biztatja. Hát igazából én azt gondolom, hogy mindenki élni akar, tehát hogy nincs, tehát ha ugye menekülni kell, akkor mind szegények leszünk. Tehát
hogy mondjam, tehát az, hogy most mit van, és esetleg hónap után mit lesz, tehát nem ez a lényeg, ami benned van, az a fontos. És én nagyon-nagyon csodáltam mindig a szegényeket, mert általában összetartottak, tehát az gyerekeiket szerették. Tehát, hogy a bajban lévő családok, tehát meséljek el, hogy volt egy néni, megszülte a gyerekeit, és ő valahogy mindig eltűnt, és a nagymama nevelte, és akkor hívott, hogy vigyem el, hozzam el, van egy egész pici, 3-4 hetes gyerekem. Na és hát Vajdahunyadon volt, és elmentem, hát egy ilyen nagyon-nagyon lepukkant helyen lakott, és igazából egy ilyen kilökött szőnyeg darabba volt becsavarva a gyerek, és akkor kibontottuk, tetőtő talpi kakás volt, és akkor hát én úgy viccesen, Zsókát ismerette, Somjon ő volt velem, hogy mondtam, mit fogjak meg ezen a gyereken, hogy ne legyen olyan a kezem. És akkor mondta Zsókát, fogjad a fülit. Hát persze nem a fülitől emeltem fel a gyereket, de úgy most is érzem a kezembe azt a pici, puha, törékeny, átfagyva, de mégis meleg testecskét, és úgy fogtam, és azon gondolkoztam, a fejét se tudta tartani semmit, hogy hát ez nekem mindjárt meghal. Na és hogy egyből vittük a kórházba, persze, egy kicsit feltáplálták minden, és akkor elkezd növekedni. És ez a gyerek is, emlékszem, hogy mikor eltelt egy jó pár év nálunk, mindig úgy van, hogy úgy volt, hogy a kicsik hogy nőnek, hogy amikor már harmadikosok, akkor olvasnak fel a Szentmisén. Na és ahol kijött, és emlékszem, ottan csipenszkedve, ottan olvasta az Isten igéjét, és én ültem a padba, tehát a papi székbe, és elsírtam magamot, mert valahogy olyan döbbenetes volt látni ezt a kicsi vakart, semmit, hogy felnő is, és most anyanyelvén, és a társainak is, büszkén, és kicsit dadogva, de olvassa a Szentírást. És igazából azt gondolom, ez a lényeg, hogy higgyünk abba, hogy az nem jó vagy rossz. Én mindig azt mondom, hogy hát, hogy most a roma gyerekek is vannak nálunk, mondjuk ez is az volt. Mindig azt mondom, hogy ugyanabból a biliből teremtett minket az Isten, csak van, akit a mikróba egy kicsit tovább tartott, másikat egy kicsit elfuserál, de lényegében egyek vagyunk. És ez 30 év munka után tényleg ezt tudom mondani, hogy én nem látok lényeges különbséget ember és ember között. És hogyha valakinek, ugye hát nálunk sok ilyen koprodukciós gyerek vagy, apukája magyar, anyukája román, meg mindenféle felállásban vannak gyerekek, hát mindig azt mondom, te, hogyha egy szekér előtt két ló van, üssed mind a kettőt, húzzák azt a szekeret, egyiket se csapd el, nem? Hát én is magamot székelynek is, magyarnak is vallom, bármelyiket elvitatnák tőlem, rosszul esne, hát de miért ne lehetné, mit tudom én, hogy mondjam, cigán, magyar, vagy bármi. Elég, ha nagy szíved van, minden belefér. És aztán így lett a nagy szívedből az alapítvány is egyre nagyobb és nagyobb, és azt is kevesen tudják, hogy már nagyon-nagyon régóta nem csak Déva van, hanem bizony rengeteg otthona van a Szent Ferenc Alapítványnak, és hát egészen új feladatokba is belekezdtek most már, mert hogy jött egy olyan új gondolat, hogy hát nem elég 18 éves koráig felnevelni azt a gyermeket, hanem mi lenne, hogyha esélyeket adnánk neki arra is, hogy aztán felnőttként is minél jobban ki tudjon teljesedni. Hát igazából úgy van, hogy hát önök is, nem tudom, itt látom, vannak azért szépkorúabbak is, meg fiatalabbak is. Hát hogy mondjam, a nagymamai vagy nagytatai üzemmód az se rossz, nem? Tehát, hogy valahogy úgy gondolom, hogy mindig megvan mindennek a szezonja. Tehát egy 5 éves gyerek játszik, szaladgál, gyönyörű, szép, én is voltam 5 éves, élveztem is. Na, mit tudom, 12 évesen, vagy mit tudom, egy 16 éves lány élete első bájából hazajön, és oda jön hozzá, és azt mondja, papbácsi, mit szólok én ez a fiúhoz? Te mondom, te tegnap csókolóztál vele? Jaj, papbácsi, miket mond? Hát olyan vörös volt, mint a csodát. Na, hogy mondjam, tehát hogy az is gyönyörű, nem? De én most nem olyan rég eskedtem az egyik lányomat, hát hogy mondjam, mikor bevezette,
olyan lány is volt, hogy én vezettem az oltárhoz. Ez egy jó történet, hogy udvarhelyre hívnak, eskessek, meghívott a mennyasszony. Nagyszerű elmegyek, még az elején volt, most már tudom, hogy hát két héttel ezelőtt is csak mi voltunk a vőlegény felől a násznép, tehát nem volt rajtunk kívül de rokonok közül senki. Na de ez a lányal is bemegy a Segrestjébe, egy református templom, minden. Most kérdem a tiszteletes urat, hogy eskedtünk, minden. És azt mondja, hát az az igazság, hogy ő esked, én nem azért hívtak engem. Hát kicsit úgy meg is botránkoztam, hogy na akkor, hát most ilyen kurtán furcsa, na ne tessék neked, ökumenizmus, kirakták a szűrőmet, nem tudom miféle. Na és oda megyek a templom előtt a mennyasszonyhoz, és belém karol, és azt mondja, ugye papbácsi bevezet az oltárhoz. Hát, hogy mondjam, nem semmi, nem? És tényleg elindultunk az oltár felé, és mondtam, te ez a fiú, nagyon fixíroz téged, ismer, hát az a vőlegényem, mondom, de rendes fiú, hogy mondjam, én letöröm a derekát, hogyha csúfot űz belőle, de ilyesmi. Na jó, megbeszéltek, mondta papbácsi, legyen nyugodt, rendes fiú. Ne csináljak botrányt, nem is akartam, de na minden, csak oda megyek, és akkor hát ennek a nagylánynak a kezét belerakom a kezébe, na, mondom, puszíjatok meg, a vőlegény is kezet fog, megköszöntem, felneveltem, nem tudom miféle, és leültem a padba, minden jól nevelt, örömapa, és elbőgtem magamot. Tehát, hogy mondjam, gyönyörű, megvan ennek is a szépsége, nem? De megvan annak is a szépsége, amikor az ember rádöbben arra, hogy jé, nagy tata vagy, nem? Amikor jön egy olyan gyerek szembe, és az a tata. Na hát most erre mit mondjak? Na, adok egy puszit a buksiára. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg most úgy gondolom, hogy nem új gyerekeket kell össze-vissza szedegetni, azt a fiatalok végezzék. Tehát én a felnőtt gyerekeket szeretném segíteni, hogy tényleg, hát megtalálják a helyüket az életbe. Egy iskola, egy család annyit ér, akkor értékes, ha azt a rábízott gyereket fel tudja nevelni oda, hogy szülőföldjén becsületes munkából megéljen. Ha ezt egy iskola, egy szülő, akár egy gyerek otthon nem tudja biztosítani annak a gyereknek, akkor nagy baj van. És igazából én ezt gondolom, hogy tényleg ez a feladatom most, hogy segítsem ezeket a fiatalokat tényleg, hogy családot alapítsanak, gyereket vállaljanak, vállalkozásba kezdjenek, boldoguljanak a szülőföldjükön. Nem egyszerű megtalálni a gyermekeknél, hogy ki miben lesz majd jó, kinek mit érdemes tanulni. Hogyan próbálod irányítani őket, hogy mit válasszanak az életükbe. És itt is, hogyha mesélnél majd olyan élettörténeteket, hogy tényleg van, aki több diplomával komoly karriert futott be, akár külföldön, de nem kisebb siker. Például egy Zolinak a története, aki ugye hát micsoda gazdaságot visz azóta otthon. Hát én azt gondolom, hogy mindannyian mások vagyunk. És ez, hogy ne legyen szegregációs, mindenkinek ugyanazt kell tanulni 12 éven keresztül, ezt én nagy hülyeségnek tartom. Tehát, hogy erőltetetten, tehát hogyha mostan láttam egy ilyen karikatúrát, hogy ott van az őzike, meg a víziló, meg a kígyó, meg a majom, meg mit tudom, minden állat, és jön a pedagógus, és mondja, gyerekek, ma fára mászni tanulunk. Hát egyeseknek tényleg jó jön, de a szegény vízilón azt gondolom, hogy kinkeservesen vért pisil, és úgyse fog neki ez menni. Nem? Tehát, hogy azt látom, hogy főleg a szórványban, Déván is csak elméleti liceum van. Eszi, nem eszi, ez van. Nem? És akkor ez nagyon nem jó, mert tehát lehet, hogy belőle lenne jó szobafestő, de egy erdélyi értelmiséget nem lehet belőle nevelni. Tehát az almafát, az hagyjuk, hogy almát teremjen. És ugye napraforgóból ne akarjunk parfümöt készíteni, de kicsi ibolyából se kellene, hogy mondjam, na, tojásrántott alá kicsavarni belőle az olajat. Tehát ez lenne jó pedagógusnak és egy szülőnek is, hogy nem minden áron, hogy valamit akarok én belőle kihozni. Tehát most
biztos, tehát látják jól, hogy egy kétkezi munkás is ugyanolyan jól feltalálja magát az életbe, meg tud élni, mint akár egy három diplomás értelmiségű, aki aztán elkezd sztrájkolni, hogy neki nem adnak munkát. Hát te kéne kicsi szíven munkát adjál egy csomó embernek, azzal a rengeteg diplomáddal, nem? Nem, hogy te várjad el, hogy eltartson a társadalom. Tehát én azt gondolom, hogy igen, hogyha nyugodtan, higgadtan neveljük a gyerekeket, és tényleg rá tudok figyelni, hogy mi van bennem, és nem erőszakolom meg. Tehát, hogy most ugye én azt mondom, hogy minden ember egy remek mű. Ez biztos így van. És hogy itt valahol elé kerül egy eredeti Rembrandt, azon lehet akármennyi légypiszok és pókháló, nem az a dolgom, hogy én átfessem, hanem az, hogy megtisztítsam, hogy a benne lévő szép színek, formák fölragyogjanak. Tehát, hogy én nagy lelkesen nekiállok, és azt mondom, na erre a, mit tudom én, a Mona Lisa-ra festek egy szép tájképet, mert most mit tudom én, akkor azt tönkreteszem, nem? De most valahogy a pedagógusnak ez az alázata kicsit hiányzik sokszor, hogy abból a gyerekből azt, ami benne van, hát azt a kincset, azt hozzuk felszínre. Néhány történetet, hogyha mesélnél. Hát most két héttel ezelőtt ezt a fiút, akit eskedtem, hát ő rádul. Ő nyolcadik végén úgy érezte, hogy az ő ujja vastagabb, mint az én derekam, de egyáltalán neki már nem mondja senki semmit, mert már 15 éves, és ő már mindent tud, és ő el fog menni. Van neki egy apukája, aki igaz, hogy már 8 éve nem látott, de hát mennek ők majd vasat gyűjteni, nagyszerű. És nem tudod megkötni, hát hogyha egy gyerek azt mondja, hogy elmegy 16 évesen, hát 15 évesen is, legfeljebb jelented a rendőrségnek, az meg hümmög egyet, s ennyi. Tehát, hogy mondjam, na hát elment. Na és azt el is kezdett vasat gyűjteni, leginkább éjjel. Na, hát ennek is megvan az előnye, hátránya, nem tudom, áfát nem kell fizetni rá. És hát, hogy mondjam, két év múlva visszajött, kopott volt, sovány volt, mocskos volt, minden, hogy Csaba testvér, az én szeretnék magával beszélni. Mondtam, a templomban van egy igen-igen alkalmas helység, ahol ilyen párbeszédet könnyen lehet végezni, gyóntatószéknek hívják. Na, gyere szépen, és mondd el, meghallgattam, feloldoztam, megbeszéltük, nem tudom miféle. Adtam neki általában mindig, fontos, hogy ne te dönts helyette. Tehát ne te kérd meg a saját kezedet, kérje meg ő, igaz? Én általában szoktam adni egy A4-es lapot, egy ceruzát, na szívem, ír le, mit vársz el tőle, mit szeretné, hogy mit adjak, vagy hogy legyen. Na és ő leírta, hogy szeretne tanulni, és tovább tanulni, és ügyesen, és minden. És ha hiszik, hanem első tanuló lett az osztályban. 4 éven keresztül leérettségizett. Aztán kicsit még ott büklögött, aztán elment egy elvégzett egy egyetemet is, minden, és egy gyönyörű szép lányt levadászott, hogy mondjam, összejött neki, és hát, hogy eskessem meg. Hát, úgy megeskedtem, mint a pinty. Tehát, vállaltam 50 év garanciát, érdemes, ez a reklám helye, én úgy eskedek, hogy ingyen, és a, hogy mondjam, vállalok egy ezüst lakodalmat, és még 5 keresztelőt. Ez egy csomagban van, csak az idén, úgyhogy lehet pályázni. Úgyhogy nagy lehetőség. Említettem itt a beszélgetés elején, hogy hát olyanok is többen vannak, akik ha el is mentek, akkor felnőttként is visszajöttek, és kiderült, hogy szeretnék visszaadni azt a sok jót, amit az alapítványnál kapnak, és szeretném, ha egy kicsit mesélnél azokról, akik ma nem csak hogy gyermeknevelők, hanem házvezetők, és tényleg ők is nagyon sokaknak adhatnak példát abból, hogy hogyan is kell ezt jól csinálni. Hát nagy-nagy türelem kell, és azt gondolom, az a lényeges, hogyha egyből nem megy, ne add fel. Tehát most láttuk jól, hogy Messit, vagy akármelyiket, hogy hát lefutás, és mégse lesz gól belőle. Nem ül le a gyepre, hogy sírdogáljon, hanem
hát megint nekifuts, megint nekifuts, addig rúgja, amíg csak lesz gól belőle. Na tehát, hogy például, hogy hát ez is olyan még a 2000-es évek elején, van egy család, elég normális székely család, szép házuk is van, minden. Na, születik egy lány, utána pár éve születik három fiú, ikrek, hármasiker. Az anyuka neveli a gyerekeket, de nehéz. Apuka iszik, minden, végül szegény anyuka öngyilkos lett. Akkor a gyerekeket ugye elhozzák hozzánk. Most az a lány persze, hogy haragszik a világra, meg mindenkire, hogy most ő így járt, meg egyáltalán, meg, tehát nem könnyű. Na, és hát ugye ő azt hiszem 11-es volt, amikor elment tőlünk, és megjárta maga útját a világba, nem tudom miféle, még egy gyerek is lett belőle, minden. Na és utána én biztattam, hogy jöjjön hozzánk, és nevelje fel a három kicsi öccsét és a saját fiát. És alkalmaztuk. És tényleg, hát Adél nagyon ügyesen, talpra esetten, hát talpra állt. Megtanult kenyeret sütni, meg mindenféle egyebet, meg gyereket nevelni. Talpra esetten írt is egy kis füzetecskét az irgalmas szeretetről, nem tudom, Marikánál most itt van-e. Na, és hát utána megint elment, aztán amikor visszajött, hát nem egyedül jött, hanem már volt egy férje, na, még egy, most már két gyereke van neki, és kiderült, hogy 10-szer ment neki az érettséginek, de 10-re sikerült. Tehát az azt jelenti, hogy egy évben 2-szer lehet érettségizni, hát most nem kiplegykálom, de én a kitartást csodálom, mert mikor már 6.-7. neki ment, én már szinte akartam mondani, hogy na jó van, ezt egyszer ne erőltessük, de erőltette. És olyan lendületben jött, úgy belejött a tanulásba, hogy most a második egyetemet végzi. Na, hogy mondjam, és nagyon jó pofa volt, mert egy román férfivel kezdett beszélgetni, hogy tanuljon meg tőle románul, mert románból bukott mindenre meg. És hát a férfi nagyon jól beszél már magyarul. Adélt még nem hallottam románul beszélni. És hát hogy mondjam, megürült az egyik házunk Marosvásárhely mellett a teremibe, és hát ő jelentkezett, hogy Csaba testvér, én oda költöznék, vállalnám a gyerekeket. És nem olyan rég voltam nála, és tényleg olyan büszke öröm volt ránézni, hogy igen, megjárta a hadak útját, megvívta maga harcát, küzdelmeit, de akkora szeretet, gyöngéd, jósággal hajol le a többi gyerekhez, és hát úgy mondjam, végzi a maga munkáját, hogy tényleg büszke vagyok rám. Igen, tehát én azt gondolom, hogy önök is, tehát hogy a kedves férjének vagy feleségének egyből nem jön össze, kettőből se, lehet, hogy még öngólt is rúg, meg mindent, hogy mondjam, egyből ne írjuk le egymást. Tehát, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus végtelenül türelmes, ugye? Ő maga mondja a Jeruzsálem falai előtt, hogy hányszor próbáltalak összegyűjteni, mint kotló a csibéit. Nem megy, nem megy, nem megy. De erre nem az a megoldás. Ha nem megy, akkor ne erőltessük. Hanem rá két nap, virágvasárnapján bevonul megint Jeruzsálembe. És milyen szép lett volna, hogy tényleg ott a zsidó főpapok meg a többiek oda mentek volna, és mondták volna, mester, nem erőstértsük, amit mondasz, de vezesse, essünk neki. Lássuk, ez a fene nagy szeretette, hogy lehet egy jobb világot felépíteni. De nem ez történt, hanem Barabást válasszák. És húsvét harmadnapján föltámad, és mintha semmi se történt volna, átdöfött kézzel elmegy, kezd rőzsét gyűjteni, tüzet rak, halat süt, és azt mondja, gyertek, reggelizzetek. Semmi kecmec, menjünk tovább, nem? Ez a kereszténység lényege, hogy ne add fel, hogy tényleg fáj az, amit a másik mondott, tett. Lehet, hogy átdöfte szóval, akarva, akaratlanul a szívedet, és úgy érzed, hogy meghalsz. Tudunk-e feltámadni? Tudunk-e újra kezdeni? Tudunk-e átdöfött szívvel is szeretni? És én azt gondolom, hogy
ugye mindig mondják, hogy a sportoló, hát hogy mondjam, amíg nincs, nem fáj, addig nem fejlődnek az izmok, nem? Tehát ha csak addig szaladsz, amíg jól esik, hát akkor hogy mondjam? Tehát addig kell szaladni, míg úgy érzed, hogy nem bírod, ugye ez a Albert Schwarzer, ugye ez a izomkolosszustól kérdezték, hogy hány fekvőtámas szokott csinálni. Szóval nem tudja, mert ő csak akkor kezdi számolni, mikor már nem bírja, és akkor még 10-et csinál. Na, tehát hogy ne add fel. Biztos, hogy ez nagyon nehéz, tehát hogy egy-egy gyerek, amikor tényleg annyi disznóságot csinál, van egy fiú, hát Karcsi, na elmondhatom, kiplegykálom őt is, és hát hogy mondjam, 8 tantárból bukásra áll, 7-es. Egy aranyos, kedves gyerek. Te mondod, gyerek Karcsi, sétáljunk egyet. Mondom, te tényleg meg akarsz bukni? Az, hogy eszi ágában sincs. Hát te mondom, tehát azért ebből osztályismétlés lesz. Ki akarod javítani? Igen. Elmondjam, hogy kell csinálni. Egyenként, külön-külön. Egyszer az egészet nem lehet kijavítani. Holnap milyen órában? Van kémia, nagyszerű. Nem nehéz. Egy leckét, akármelyiket, tanul meg jól. Na persze én mondom a tanárnőnek, hogy feleltess. Adjon magas labdát, lássuk, hogy na, hogy mit tud, mit nem tud. Persze a tanárnő ismeri Karcsit jobban, mint én, odarak elé egy fehér lapot. Írd le azt a leckét, amit legjobban tudsz. És Karcsi nem írja fel a nevét se. Hát a tanárnő nekem szépen összefogja a lapot, és elküldi hozzám, hogy javítsam ki Karcsinak a dolgozatát. Hát erre nagyon nehéz jegyet adni. Mondom, te Karcsi, most őszintén. Hát mi történt? És rám néz, azt mondja, atya, ha hiszi, hanem nem voltam formában. Hát ilyenkor érzed, hogy ezt most hirtelen meg kell nyugasztani, mert a formában lennék arra, hogy mondjam, na, most mit lehet csinálni? Hát ilyen paliéknál ott van vagy 20 ló, meg tehén, meg mindenféle. Hát én elvittem nyárára, most úgy belejött a gazdálkodásba, hogy ezt örömmel csinálja, sőt, még a lovak kedvé, még a kémiához is van kedve, átmegy. Na, tehát vannak nagyon rázós történetek, vagy van egy lányunk, hát na, Katica. Hát annak felit sem merem elmondani, mert hogy mondjam, hát képzeljék el, itt született Magyarországon, Kecskemét mellett. Albinó kislány, na és hát ugye erdélyi anyuka ott hagyta a kórházban. Tehát őnek is senkije nincsen. Kiadták nevelni egy családhoz. Hát az a család nevelte szépen, vagy 2 évig, és akkor kiderült, Gyurcsán újra rájött, hogy ha nem magyar állampolgár, akkor menjen haza. És egy A4-es lapra leírták a nevét, útlevél nélkül, minden nélkül áthozták. Petrozsébe, egy állami árvaházba szépen lerakták, de ott gyerek nem tudott egy szót sem románul, csak sírt. Végül az igazgató megkérte, hogy nem-e fogadom be, és így került hozzánk. Na mostan, hát egy kislány. Most az ember persze kezdi nevelni, szeretettel, türelemmel. Olyan tehetséges volt, hogy 5. korában hívott a tornatanár, azt mondja, tudom-e, hogy az osztályunkban van egy európai bajnok. Az helyből akkor átugrott minden edzés nélkül, hogy román, tehát bajnok lehetett volna vele. El is vitték Bukarestbe, hát most kapott egy szép ilyen futócipőt, mit tudom én, miféle itt meg, atlétikába ugrócipőt, hát valahol elhagyta. Hát a meccs előtt, vagy a verseny előtt oda ment az ellenfél, és azt nem adod ide a cipődöt? Hát meg odaadott egy 2 számmal a nagyobb cipőt, na de így is második lett, országos szinten. Tehát, hogy mondjam, de olyan makacsot én még nem láttam, mint őt, hogy edzésre ment egy darabig, aztán mindig lógott-e. Hát kérdem, mi? Azt mondja, neki az edző azt mondja, hogy arra fusson, tehát miért ne futhatna arra is? Mondom, olyan mindegy az, hát ő a főnök, te vagy a beosztott, fussál. Na, végül kimaradt, de edző nem bírta vele. Akkor eljött ez a Petra, Szőcs Petra, hogy filmet akart csinálni. És ott hosszan nézett nem tudom hány száz gyereket, és a Katát választotta ki. De tényleg egy olyan tehetséges gyerek volt, hogy csuda. Tehát, hogy
hogy mondjam, és hát meg is nyerték a nem tudom milyen díjat, el is jutott Cannes-ba, az én lányom, ott a producerek elvitték egy nagy hajóra, nem csak őt, hanem a többieket is, meg minden. Aztán kapott egy kalapot, beleesett a vízbe, és utána ugrott a nagy óceánjáró haj. Alig tudták leállítani, nem? Úgy hozták hozzám vissza, hogy többet ne is lássák. Mert, hogy mondjam, persze egyebet is csinál, de lényegtelen, tehát csak az ilyen szalonképesebb dolgokat mesélem el. De mindig volt körülötte valami botrány, tehát hogy elkezdett az osztályban lopni. Hát kérem, mi a francét csináld? Azt mondja, atya, el se képzelj, milyen muris a tanár, de az arca, amikor kiabál velem. Na, mondd, ilyen, hogy mondjam. Ő is vagy 8 tantárból bukkásra állt. Annak ellenére magyarból is megbukott, hogy na, odaadta egy Babits Mihályt, Zsoltár férfi hangra, nehéz verseket. Az úgy megtanulta, én melyik úgy misézni, és akkor kiállítottam magam mellé, és kapásból elmondta. De ennek ellenére 8 tantárból bukkott. Hát mondtam neki is, a nézek, Kata, tanulni kell, nem tudom, miféle. Na és meggyőztem, motiváló beszédemben, gondoltam, jó vagyok. Na másnap el is ment számtanórára, és hát mit csinált? Megfogta a tanárnő táskáját, kilógatta a második emelt, és azt mondta, hogy betetszik írni 2 10-est, vagy elengedem. 7-es Leánka. Hát beírták a 2 10-est, mert tudták, hogy ebből más nem lesz. Aztán másnap beírtak a 3-3-ast, úgyhogy csak megbukott nekem. Na hát ott déván, ott már mindenki csődöt mondott, minden. Volt egy kedves kollégám lent Szent Simonban, tehát ő lovász volt igazából, meg minden azt mondja, de hát ő suttogva, hogy szépen, és akkor milyen jó, és akkor mit tudom én. Hát azt mondja, hogy nem értetek, ez egy finom hangszer. Azt, ti durván hozzányúltak, persze összetöritek. Na jó, van még. Na már, hogy mondja, az ember nem hiába őszül meg. Na jó, van, és akkor, hát akkor most mit lehet csinálni? A legegyszerűbb dolog elengedni a kezét, hogy vigye a víz, vagy valamerre. Na és, hát persze elvitte ő. Az első héten 3-szor ment be az igazgatóhoz, mert mindig volt valami botrány Katával. Nem szóltam semmit, hogy finom hangszer, hangoljuk. Hát megharapott egy fiúnak, az arcából kiharapott. Hát mondom, te Kata, miért csináltad? Hát azt mondta róla, hogy ez ő fehér szellem. Hát tényleg albinó, meg mit tudom én, miféle. És azt mondta, de ő nem akarta kiharapni az arcából. Hát mondom, mit akarta? A Fülit akarta leharapni. Nagyszerű! Hát szóval ilyen dolgok voltak, és még rengeteg történetet tudnék mondani. Mindig azt mondta, hogy ő szeretne elmenni a Bermuda háromszöghöz. Hát mondom, mi? Hogy eltűnjön. De mivel albinó volt, nagyon gyengén látott. És hát végül már olyan 6-7%-nál volt a látása, tehát hogy tényleg sötétbe, ködbe, tehát hogy csak az körvonalakat látta, ugye 18 éves kora felé már ugye a pigmenek eltűnnek, és akkor nem lát. Na és elhoztuk Budapestre a Vakok Intézetébe, hogy hát fehér bottal tanuljon meg Braille írást, tanuljon ő is szépen. És akkor hát karácsony előtt eltűnt. De úgy eltűnt, hogy egy évre, vagy 2 évre. Hát a Gutta szinte megütött, hogy jámhatóság mindenki kérdezte, hol van. Hát mondtam, mindjárt hozzuk, mert iskolában van, meg minden, halvány gőzöm sem volt. Az összes rendőr kereste, nem tudom miféle, ő megfestette a haját zöldre, hát francia gondolta, hol van, nem tudom. Hát a Budapest egy nagy város. Aztán elé állt egy fiúval, és egy kisgyerekkel, mint a Pipék tavasszal hazajött, hogy mondjam. Mosolyog, vagy papbácsi, ugye milyen szép gyerekem van, mindjárt megnyugaszlak én téged. Na de mit mondjon erre az ember? Hát ilyen gyerekeim is vannak. És én azt gondolom, hogy bátran mondhatom, hogy tényleg, hogy mondjam, Isten megadta a kegyelmet, hogy tényleg tudom őket szeretni, és ugye volt egy Mónika, aki RTL klubban is, meg mindenfélit mondott. Hát én felolvashatom, milyen szép leveleket ír. Találkoztunk a múltkor is, van 2 szép gyereke, elmentünk az állatkertbe, nem tudom miféle. Hát most szinte minden este csettelünk. Hogy mondjam, mi az én dolgom? Szeretni, nem?
Tehát sehol nem írja a Szentírás, hogy a keresztény munkaköri leírásában, hogy duzzognia kell, vagy meg kell sértődnie, vagy fel kell kapja a vizet, vagy mit tudom én, vendétát kell. Nem, csak egy parancsot adott Jézus nekünk, a szeretet parancsát. Marha nehéz megjegyezni, de érdemes. Hogyha már szóba került ez a bizonyos nyári történet, akkor szerintem ezzel tényleg rá tudunk világítani arra a fajta cselekvő szeretetre, és hogy hogyan is kell valóban szeretni és megbocsátani. Ugye említettem, hogy amikor én a támadás sorozatnak a hevében kiutaztam Csaba testvérékhez Erdélybe, akkor harcolni mentem, és azt hittem, hogy akkor majd válvetve megharcolunk itt az ellenséggel, aki megpróbálja a Csaba testvér munkáját tönkretenni. És igazából Csaba testvér azt értette meg velem, hogy ő nem akar harcolni senkivel, és hogy ő nem haragszik senkire. És hogy az volt az igazán nagy harc, hogy mindazokat, akiket egyébként valóban rossz szándékú emberek a háttérből, nyilván nem az alapítványtól, megtaláltak, megvezettek, kihasználtak, mint például egy Mónika, akiről beszélt Csaba testvér, hogy hozzájuk utat találni. Nekik igazán olyan vádak, hazugságok után megbocsátani, és hogy az volt az igazán nagy harc, hogy most tényleg mindenkivel napi cset és valódi megbocsátás, és az, hogy nincs harag, és nincsen bosszú. Hogyan tudod ezt? Elmondok egy másik történetet, hogy befogadtam egy házaspárt, aki Renit is neveltem. És egy nagyon aranyos, kedves házaspár volt, csak az történt, hogy az első hét végén a férj irgalmatlanul berúgott. Most ilyenkor, ugye ez egy botrány, akkor volt vagy 20-valamennyi szociális család a Déván, azt mindenki tudta. Na, úgy csináltunk, mintha nem történt volna semmi. Tudják, a nyírőnek van ez a mondata, hogy melyek az úton lefelé, és hallom, hogy sup. Melyek tovább, megint sup. Fordulok meg, ha nem engem ütnek. Na hát, én azt gondolom, hogy egy szülő is mindenre nem kell felkapja a vizet. Van egy sup, na mentem tovább. De a következő hétvégén megint sup volt, eladta a gyűrűjét, mindent, tehát nagyon-nagyon csúf dolog történt, felesége összepakolt, elment, a gyerekek sírtak, kollégák mondták, hogy menjek fel, és rúgjam ki. És akkor én leültem a kápolnába, és elgondolkoztam, én pedagógus vagyok, hogy bármit csinálok, azzal üzenek a gyerekeknek, kollégáknak. Tehát én most fölmegyek, és ezt az embert simán kirúgom, megtehetem, meg is érdemli, akkor mit üzenek ezzel a gyerekekkel? Hogy majd a te férjed is, vagy a mit tudom én, valaki a családból, aki nem úgy viselkedik, ahogy kell, ki kell rúgni. Én meg arra gondoltam, hogy mondjam, én ezt az üzenetet nem akarom. Tehát az ember nem egy egyszer használatos zsebkendő, hogy elkenődik és eldobom, hanem hogy küzdjünk egymásért. Tehát ennek az embernek most van a legnagyobb szüksége a szeretetre. És fölmentem, és elkezdtem beszélni, és mondtam, te, István, én annyira örvendenék, ha a gyerekeknek meg tudnánk mutatni, hogy van talpraállás, újrakezdés. Az ő szüleik, rokonaik között rengeteg van, aki iszik, aki mindenféle butaságba belekeveredett. Tehát, hogy én mondtam, egyik kezemet odaadnám azért, hogy te meggyógyulj. Azt gondolom, az elején azt hitte, hogy én szívatom, vagy mit tudom én, poénkodok. De aztán megértette, hogy igen, én ezt komolyan, és azt mondja, atya, higgy el, én megpróbáltam, voltam két elvonókúrán, nem tudom megállni, és elkezdett sírni. Hát mondtam, te Jézus azt mondja, bármit kérünk az ő nevébe, megadja nekünk. Hát most térjeljünk le ketten, és kérjük a Jóistentől a szabadulás kegyelmét számodra. És letérgyelt. És mondtam, végezd el a szentgyónásodat. És szépen elvégezte, feloldoztam, és mondtam, elégtételül azt adom, hogy itt 50 kilométerre Dévától van egy kórház, ahol elvonókúra van. Ismerem az igazgatónőt.
gyere el, és ugyan nagy könyvben, hogy le van írva, végezd el, te szabadon, akarattal ezt a dolgot. Mutassuk meg a gyerekeknek, hogy van szabadulás az alkoholból, hogy újra lehet tervezni, talpra lehet állni. És beültünk az autóba, végigmondtuk a rózsafűzért, imádkoztunk, megérkeztünk a kórházhoz, és ugye hát még töltötték ki a papírt, én fölhívtam a feleségét, és mondom, te, én nem kérhetem azt, hogy te bocsáss meg. De nézd, a férjed elkezdte ezt a kúrát, itt vagyunk a kórháznál. Imádkozzál érte. Na beszélgessetek. Odaadtam a telefont, az egyik bőgött a telefon egyik felén, a másik felén. Aztán mondtam, most már az én pénzemre bőgtek eleget, most már akár ingyen is csinálhatnak ezt a műfajt, nem tudom miféle. De ha hiszik, hanem az a felesége visszajött, és egy hónapon keresztül minden nap kivittük neki az oltári szentséget. A gyerekek írtak 80 valamennyi levelet, hogy nevelőbácsi, mi bízunk benned, szükségünk van rád, tudjuk, hogy meggyógyulsz, hazavárunk, nem tudom. Mikor hazajött, egy nagy molinó volt oda kifeszítve, Isten hozta drága nevelőbácsit, és az ember ma is nálunk dolgozik, egy házat vezet a feleségével, és igazából, tehát ő azt azért merjem elmondani, mert ő maga is, tehát sokszor így az alkoholisták előtt ezt a történetet elmondja, hogy motiválja, vagy biztassa a többieket. Tehát, hogy igazából ugyanezt gondolom, mert végül is miről szól a történet? Vagyok én, és van ő. És a gonosz lélek azt szeretné, hogy mi elkezdjük egymást nyuvazgatni. Elmondta, a gonosz léleknek nincs keze, ő nem tud engem megütni. Még nyelve sincs, rosszat se tud mondani rólam. De ő azt szeretné, hogy én mondjak rólad, és te rólam. Ha egymást csépeljük, nem? És a gonosz léleket ezzel nagyon jól el tud szórakozni. Most képzeljük el, hogy Ukrajna és Oroszország összefogott volna, és együtt, közösen azt mondják, na csináljunk terveket, nem tudom, építsük együtt a két országot. Hát biztos, hogy sokkal messzebb előbb lennének, mint azzal, hogy egymás torkának estek. Vagy gondoljunk csak arra, gázai övezet és Izrael. Ha le tudtak volna ülni, vagy akár most is le tudnának ülni, hogy ne, dolgozunk, megosszuk a tortát, amit együtt keresünk, elosszuk testvériesen, nem tudom miféle, hasítanának, nem? De így ez senkinek nem jó. Tehát a gonosz lélek igenis, mint ordító oroszlán jár körül, és keresi, hogy elnyelje a te családodat, az én családomat, és igazából nekünk nem ítélkezni kell egymás fölött. De olyan döbbenetes az a történet, ugye, amikor Jézus elmegy a garadai ördöngöshöz. Megszakítja az útját, és mit mond? Szó nélkül is azt mondja, te jó ember vagy. Igaz, hogy van benned valami rossz, de te attól megszabadulhatsz. Te az én mennyi atyám gyermeke vagy. És amikor az ember megszabadul a gonosztól, akkor ott ül Jézus lábánál, hallgatja őt, leveszik róla a láncot, felöltözik, és azt írja a Szentírás, hogy végül azt mondja, Mester, akarod, hogy a munkatársad legyek? Szóval persze, menj el, mondd el mindenkinek, hogy mennyire szeret téged az Isten. Na, ezt gondolom, hogyha egy garadai ördöngössel, egy Saullal, mit tudom én, folytathatnánk egy házasságtörő asszonnyal meg a többivel, ez működött, akkor neked is meg kéne próbáljad. Persze én tudom azt tapasztalatból, hogy hoznak egy-egy gyereket, hogy ezt meg azt meg amazt csinálta, és tényleg fáj, hogy lehet valaki ilyen lökött. De mit tudom én, hogy most is van egy leányunk, Nagyváradon zeneiskolába jár, kantó, mit tudom, egészen jól megy, 11-es, 2 hónappal a tanévzárás előtt, hogy ő szerelmes, menj férhez. Mondom, jó, hát persze, majd 2 év múlva. Nem, ő most. Hát próbáltam egy győzögetni, hát hív a nevelőnő, pár nap múlva megszökött. Na most erre megint mit tudok én csinálni? Na hát megszökött. Na, persze az a baj, hogy úgy szökött meg azzal a fiúval, vagy már 3 hete ismerték egymást. Tehát a mai fiatalok rettentően bátrak. Ropog a jég, de ő megy előre rajta. Na, nem tartott a nyár végéig a kapcsolat.
Most jött, hogy most mit csináljon. Hát most egyet adtam egy puszit, egyet sétáltunk, hát mondom, mert most már elkezdődött a tanév, mondom, hát akkor mennyi dolgozni egy évig, kellett neked, aztán a jövőbe befejezed a 12. osztályt. Hogy mondjam, de hogy ilyenkor is ne a harag, a gyűlölet domináljon benned, hanem tud megölelni. Tehát mint egy gyerek, amelyik futkorászik, és eles, és elszakítsa a lába, a nadrágját, és vérzik a térdje. Tehát, hogy mondjam, nem a fenekit vered meg, nem? Persze, hogy eléveszed, és próbálod kimosni. Mert én azt látom, hogy az ilyen ember, a felnőtt is szenved a maga hülyesége miatt. Magának lőtte az öngólt. Tehát én nem a gonosz lélek csapatába vagyok, hanem azt a vergődő kis malat, galambot próbálom megmenteni. Tehát amikor látsz a macska szájába, biztos láttatok ti is egy-egy ilyen kis verebet, vagy valamit vergődni, és akkor megszabadítod, és az elrepül. Tehát valahogy ugyanezt kell mi is csináljuk. A gonosz lélek szájába ne hagyd ott a férjedet, ne hagyd ott a, mit tudom, a gyermekedet, vagy a szomszédodat, a barátodat, hanem küzdjél érte. Bízzál abba, hogy te ne égesd fel a hídat, ami kettőtök között van. Lehet, hogy évek múlva jön vissza. Akkor majd leülsz egy gyóntatószékbe szépen, vagy egy üvegbor mellé, és megbeszélitek. Még mielőtt átadnánk a lehetőséget a közönségnek is, hogy kérdezhessenek, előtte próbáljunk minél többeket felhívni arra, hogy csatlakozzanak hozzánk vasárnap, mert hogy mire is készülünk, hogy rózsaültetéssel próbáljunk békét hozni a világba. Panasz helyett. Én gondolkoztam, nekem is roppant fáj, látom, mi történik Gázában. Roppant fáj, ami Ukrajnában történik. Roppant fáj az, amit látok magam körül a világban. Na most lehetne nézni a híradót, lehetne panaszkodni, szíthatnánk valakit, meg minden, de panasz helyett. Ezt mondom, inkább ütessünk el egy rózsatövet, nem? És hát ugye úgy tűnik egyesek, mint a lángba, vérbe akarnák borítani a világot. Hát akkor mi mit csináljunk? És akkor jutott eszembe, hogy hát jó pár évvel ezelőtt, úgy tudom, még a pandémia előtt, hogy olvastam, akkor szabadították fel az iszlám állam harcosaitól Moszult, ugye Ninivét, meg ott a fennsíkot, meg mindent, és az ottani pátriárka hát kitalálta, hogy hát hívott európai papokat és püspököket is, hogy az olajfa csemeték ünnepére. Én azt tudtam, mit jelent az, de ott voltam Brüsszelben, és kérdem Hölvényi Gyurit, hogy ugye ő európai parlamenti képviselő, sőt ezzel van megbízva távol, vagy közel-keleti keresztények védelmével, hát ki megy? Hát oda nem megy senki, mert ott háború van. Hát de mondom, hívtak meg, mit tudom én, hát, hogy mondjam, hát, hogy mi mennénk oda? Hát mondom, temetésre mi mész, nem tud semmit segíteni, részvétel vagy a másik iránt. Nem igaz? Na és, hát mondom, te, engem valamikor megválasztottak Európa díszpolgárává. Na, soha nem gondoltam, ennek valami értelme van, de mondom, te, én mint Európa díszpolgára nem mehetnék el, hogy hát képviseljem Európát, nem? Ki vagyok én? Na. És hát persze, hogy inkább poénból mondtam, de egyszer hív, hogy el van intézve, minden le van zsírozva, megyünk Irakba. Nagyszerű. Hát meg is érkeztünk Erbilbe, és igazából ez az ünnepség abból állt, hogy házról házról, tehát templomról templomra jártak, tehát ugye a bagdadi pátriárka elment, és összegyűjtötte, aki megmaradt. Nagyon sok vértanú. Például a Homs püspökségébe, tehát abban a püspökségben, maga a püspök mondta, hogy 1000 vértanúja volt. Tehát ez olyan volt, hogy tehát nem hisszük el, hogy tehát én tanultam, és mégse hittem el, hogy ennyi keresztény van keleten. Tehát például Bagdadban 450 ezer keresztény volt a városban és a város közvetlen környékén. 60 valamennyi keresztény templom, egyetem,
kórház, iskola, rengeteg minden volt. Na és ezek egy nap alatt mind el kellett szaladjanak onnan. És volt, aki nem szaladt el. Volt olyan pap, amelyik ott maradt a templom előtt, a híveivel, egy részével, leöntötték simán kerozinnal, meggyújtották, és elégett az emberteste, a keze megmaradt érdekes módon, kinyújtva három ujját, összeszorítva, hogy hisz a Szent Háromságban. Azt jelentette. És ott a püspök megmutatta ezt a kezet. Igen. És hát ugye, templomról templomra jártunk, és persze mindig szét volt robbantva, lőve, begyújtva, tehát szétbarmulva, tehát az oltárt, mindent szétlőttek, és hát ugye abból állt ez a szertartás, az oltár előtt helyett raktak keresztbe olajfa csemetéket, ilyen konténerekbe. És akkor körbeállták, nagyon szépen imádkoztak, megáldotta a pátriárka, és akkor vette szerre a facsemetéket, és jöttek előre ezek a férfiak. Most mindenki golyóálló mellényben volt ott, meg vassiszak volt náluk, meg golyószóró, meg oldalfegyver, meg minden volt. Ezek a családfők, tehát ezeken az arcukon az egy sok minden látszik, tehát az a szikkár, kemény férfiak jöttek szerrel, és akkor odaadta pátriárka az olajfa csemetét, és azt mondja, menj haza, ültesd el a vérrel áztatott szülőföldedbe, öntözzed, növeld nagyra, hogy majd az én gyilkosomnak a gyermeke, a te gyermekeddel az árnyékába a békéről tudjon beszélni. És ezek jöttek elé, kemény férfi arcukon potyogtak a könnyek, és hogy igen, viszik haza a szülő földekre. Tehát olyan ezek a városokat, én csak csodálkoztam, hogy lehet így szétlőni. Tehát olyan, hogy felemelik a kalális tetőt, és bedobják a kézigránátot, ott is menjen minden tönkre. De a játszótért, a villanypóznát, mindent. Én, hogy honnan van ennyi golyó, ennyi ágyú, ennyi robbanószer, az ember nem is érti. Házakat, begyújtsák, mindent. Tehát félelmetes volt, mint egy földrengés. Úgy néztek ki ezek a városok. Itt Aleppo városa, 5 millió lakósa van, és 2 millió maradt. Többi elmenekült. Ide hozzánk meg mindenhova a nagyvilágban, hogy meghalt. Tehát ez úgy megy, ez ilyen dolog, most a Gázában is ez lesz, hogy egy negyedet, de egy nagy negyedet. Tehát a 5 milliós városból 70%-a romhalmaz. Körbevesznek, és azt mondják, van egy humanitárius folyosó. 24 óra. Tessék elmenni. És utána jönnek ezek a nehéz bombázók, és pölddel egyenlővé teszik. Tehát az egész, aki ott van, ott van. Tehát ott mentünk a romok között, és akkor úgy van, hogy a város szélén, tehát ilyen focipályán, vagy a parkban, tehát egy olyan széles sávban, de egy 2 méteres gödör, mint ez a színpad. És hát minek ássák? Fele be van temetve, hát hogy szedik össze a halottakat, rakják oda bele, és a buldozert taszítsa rájuk a földet. Nincs irgalom, tehát az iszlám állam se irgalmazott neki se. Tehát rabok, foglyok nem erős testnek. Tehát félelmetes az ember, ha ott van. Tehát nem szabad, tehát mész az úton, ugye mindegy hókotról eltaszítsa a romokat, és ott lehet járkálni. De kétfelő rom, és nem szabad bemenni, nem tud akna, gránát, mit tudom, kézigránát, bármi lehet ottan. Tehát egy ilyen helyen, és akkor ilyen körülmények között azt mondja, menj haza, és vérrel áztatod szülőföldedbe, ültesd el azt a facsemetét, növeld nagyra, hogy az árnyékában lehessen a békéről beszélni. És akkor arra gondoltam, hogy igazából, hát hál' Istennek nálunk nincs ez. De mégis én adnék egy-egy rózsatövet a gyerekeimnek, és mondtam, ültesd el a béke rózsáját. Öntözzet! Növeld nagyra! Ne vérbe, ne tűzbe borítsuk Európát, a szülőföldünket, hanem virágba, szeretetbe, nem? És én azt gondolom, hogy ezt nem csak Erdélyben lehet csinálni, október végén, hogy olyan
nem konténeres, hanem ilyen szabadföldi rózsát vesztek, 300 forint egy rózsatő, nem? Nem tudom, mennyi egy csomag szivar, de biztos, hogy megéri. Vidd haza. És vald meg a hitedet, hogy hiszel a szeretet végső győzelmébe. Hogy lehet, hogy most tényleg sötét éjszaka van, és lehet, hogy ennél még rosszabb lesz, valószínű. De akkor is, nekünk hinnünk kell, hogy most ott vagy egy stadionban, és mindenkinek ki van aluva a gyertyája. Hát attól nem lesz nagyobb fény, ha tiédet is kifúvod, nem? Attól lesz nagyobb fény, ha odaadod, hogy gyújtsd meg te is, gyújtsd meg te is. Igaz? És igazából, tehát nem a gyűlölet, hanem a szeretet teheti emberhez méltóvá, lakhatóvá ezt a földet. Itt van egy fiatal ember, Krisztián, ugye, hát a lengyelekkel eléggé, na, volt egy időpont, amikor tényleg mutatták, hogy a magyar nagykövetséget vörös festékkel lekenték, és nem tudom miféle, mert mi nem akarunk háborúzni az ukrán háborúba, meg minden. Na és akkor gondolkoztam, hogy mi a túrót lehetne csinálni. Jött a Ferenc pápa, és ezek a fiúk amúgy is akartak lovagolni, és akkor mondtam, hogy Csesztohókából, ide Budapestre, jöjjenek el lóháton, egy nagy pápai zászlóval, és hívjanak meg mindenkit találkozni a Ferenc pápával. És hál' Istennek igen mondtak, és elmentünk. Pálos atyákkal megbeszéltük. Kihívták a lengyel tévét. Na, hogy mondjam? És elmondtuk ugyanezt, hogy hát nem mind gyűlölködjünk, hanem jöjjenek el ők is, mert Ferenc pápa biztos, hogy szívesen fogadja, meg nem tudom miféle. És hosszan lovagoltak, hát ugye Lengyelországon, Szlovákián, még Csehországban is voltak minden, és ők maguk mondták, hogy nem kellett a pénztárcájukat elévegyék. Mert az emberek meglátták a pápai zászlót, magyar szó, nem tudom miféle, és befogadták, enni adtak, és eljöttek. Tehát igazából ne gyűlölködjünk, hanem találkozzunk. És a Schuss-Poén az, hogy amikor hogy is így Vácra értek, akkor mi történt? Na. Megálltak a börtön előtt, és lóra ültették az atyafit, és elhozták haza. De annak abban az imádság is benne volt, hogy ez így történt. Tehát nem csak a kiállás, hanem a barátaid végig imádkoztak, érted, és én is. És azt gondolom, hogy lehet, hogy véletlen, de azért furcsa egybeesés volt, nem? És nem úgy, hogy hamarabb jöttek, vagy később, vagy be volt állítva, aznap pont odaértek, abba az órába. Hadd adjam oda Köszönöm, Budázi György vagyok, mindenkit üdvözlök, elnézést, hogy beleszólok itt a műsorba, de az atya megszólított. Nem szerepelni jöttem én is, csak nézőnek, de köszönöm, így akkor már mindenki előtt még egyszer már volt rá szerencsém, hogy meg tudjam köszönni, de megint szeretném a kiállást értünk, mert ugye túl ezen a kis váci intermezzón azért azért Bőte atya és a gyerekei kiálltak értünk, hogy szabaduljunk ettől az üttől, és ebből még nekik is sajnos kisebb-nagyobb meghurcolásuk lett a gonosz lélek által megszállt bal liberális figuráktól, de ezt a témát ne is feszegessük. Szóval visszatérve erre a napra, ez úgy volt megbeszélve, hogy jönnek ugye Magyarországra, Lengyelországból a lovasok, és a Farkas nekem az a régi hagyományozó világból az ismerő barátom, a Csemesz Farkas, hát meg a Tóvári Balázs is, azt hiszem, csak ő végül nem jött oda. Úgy volt, hogy megállnak egy kicsit a börtön előtt, és akkor ott egy kicsit ott követelik, hogy szabaduljanak ki a politikai foglyok, jön egy kamera, hát egy ilyen hakni lett volna belőle, amiből ki lehet tenni az internetre, és akkor aznap kiderült, hogy szabadulunk, amire egyébként abszolút nem számítottunk, hogy az nem szabadulunk. Őszintén szóval számítottunk rá, hogy valami fog történni, mert elég komoly lobbizás folyt, meg voltak információink, de arra az napra semmilyen. Tehát csak jövő hétre számítottuk. És akkor ugye Farkasék meg fáktába elindultak, hogy odaérjenek a szabadulás idejére, és végülis ketten jöttek oda lóval, és akkor ez
teljesen spontán volt, hogy kijöttem, és akkor mondta a farkas, hogy ülj már fel a lóra. Hát mondom, én olyan hülyeskedem, mert 10 éve nem ültem már lovon, már nem tudok, mit tudom, bénázok. De előszakoskodott, hogy üljek fel a lóra. Na jó, mondom, oké, mert végül is tényleg illene, a poén lenne. És akkor felültem, és ebből született ez a, ami szintén halálidegesített a bal liberálisokat, hogy udázi lovon ment, de ez nem valami megrendezett dolog volt, tehát ez is egy ilyen isteni közjáték volt, hogy ez így alakult. Tehát, de végül is ez lett a legemlékezetesebb abból a napból, de tényleg még egyszer köszönöm. Köszönöm ezt az utat, mert ha ez nem lehet volna ez az út, ez az egész dolog nem így alakul, és hát nyilván az ima is benne volt, ez biztos, hogy ez így sikerült, úgyhogy ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Viszont! Köszönjük szépen a figyelmet, és most egy 10 perc egészségügyi szünet lesz, aztán a tiétek a szó, hogy feltegyétek azokat a kérdéseket, amit öblögettek magatokban a szünetig. Átadom a szót, moderálod? Parancsolj. Akkor, hogyha valakinek lenne kérdése, akkor én adom is a mikrofont, és akkor fel tudja tenni, aki szeretne kérdezni. Igen, viszem a mikrofon. Köszönöm. Én annyit szeretnék csak kérdezni, hogy ha ilyen személyeset lehet, hogy mi a legkedvesebb gyerekkori élménye? A sok közül, mert gondolom azért sok szép van, ami így elmondható. Köszönöm. Én nagyon szerettem mindig a természetet. Télen sízni, kirándulni, de mi úgy mentünk, hogy fel a Hargitára, és túlfelől le. Tehát nem ilyen kivert pályák, mondjuk akkoriban nem is volt sok ilyen felvonó, meg ilyesmi. Nyáron kirándulni, gombázni, Szent Annától, Gyilkostól. Foglalkoztam alpinizmussal, barlangászattal. Hát, most, hogy mondjam, akkoriban a televízióban nem sok nézni való volt Romániában. De itt a kinti beszélgetésben, hogy igazából egy terroristát, vagy valakit például a családban iszik, vagy rosszat csinál. Tehát én azt gondolom, hogy a szeretet nem azt jelenti, hogy én elnézem a másik hülyeségét, hogy megy fejjel a falnak. Tehát az nem jó. Tehát Jézus Krisztus, hogy mondjam, tehát ő ezt nem fogadta el a Garadai őr, azt mondja, ugye a házasságtörő azt mondja, hogy menj, és többet ne vétkezz. Tehát igazából mi fel kéne szabadítsuk egymást a bűn terhe alól. Tehát, hogy én mondtam, hogy biztos, hogy az is szép lett volna, hogy a boldogságos Szűzanya írja meg a szép szeretet himnuszt, vagy maga Jézus Krisztust. De is sokkal ütősebb volt, hogy egy gyilkos írja meg azt a szeretet himnuszt. Tehát igazából, tehát hogyha én szeretek valakit, akkor nem hagyom, hogy a bűn útján tönkretegyen magát az alkohollal, kábítószerrel, vagy bármilyen más terrorizmussal, hanem hogy lehetne belőle Sault kihozni. Tehát Jézus nem azt mondta, jó, te Saul, én téged így is szeretlek, jó vagy így, kicsit... Igaz, hogy gyilkos vagy, véres a kezed, de hát annyi baj legyen. Nem ezt mondta. Tehát, hogy igen, ne fogadjuk el azt, hogy a világban ennyi rossz van. De valahogy úgy, mint az orvos, aki műt, indulat nélkül. Tehát nem kapkodott a szikével, ő elvégzi a műtétet. Érzéstelenít, szépen, szeretettel, de nem bánt. És azt látom, hogy pedagógusnak is, hogy mondom, te azért kapsz fizetést, hogy a gyerekből kihozd a jövendőbeli értelmiséget. Nem azért, hogy itten nagy jeleneteket rendez, és idegösszeomlás kapjál, vagy ilyesmi. Tehát, hogy türelemmel, nyugodtan neveld azt a gyereket. Ha kell százszor is elmondani, az zsákutca, nem vezet sehova. Házasság. Most ez megint a reklám helye, nagy szeretettel hívjuk Székelyhídra önöket. Csináltunk ott egy szerelem tanösvényt.
Én ilyen mindenféle lobbival nem állok le vitatkozni, de amiben hiszek, azt én meg akarom mutatni. Nos, az Petőfi Sándor, ugye ott Erdélyben ismerte meg Juliát, írt 40 szerelmes verset, úgy elvette, mint a csoda. Na, de neki sem volt ez olyan, ha elkezd az ember szétszálazni, hát megérkezett Székelyhídra, és elkezdett udvarolni egy hölgynek, egy patikus nőnek, aki állítólag viszonozta is a figyelmességet. De ennek a férje igen ilyen rossz néven vette ezt. Pofozódások lettek belőle minden, és Petőfi belátta, hogy vannak zsákutcák. Párkapcsolat terén, és hamar cugrikba rakta, lükverzbe, és kitolatott onnan, és elment, hogy is, Nagy Károlyba, ahol megismerte Juliát. Tehát ezt is el kell mondani a fiúknak, fiataloknak, hogy igen, vannak zsákutcák, ahol nem vezet sehova, onnan meg kell térni. Atya, Reiner Péter vagyok, és megint százszorosan visszaadtad azt a hitemet, hogy lehet persze humor nélkül élni, hogy Karinti mondta, csak nem érdemes. Budapesti születésőként erős szálakkal kötődöm 50 éve Erdélyhez, főképp Székelyföldhöz. Udvarhelyet említetted életed részeként élményanyagodban. Annak a településnek boldogan mondom, diszpolgára vagyok. Azért mesélem csak el, hogy értsd, hogy miért hallgatom rendszeresen egyik legjobb rádiót, a Vásárhelyi Rádiót, de időnként rossz kedvűvé válok. Mondd, hogy lehet szeretni a Vásárhelyi Rádió szerkesztőasszonyát, Parászka Borókát? Mi a titkod? Ugye érted a kérdésemet. Köszönöm. Hát most ne haragudjál meg, hogy elmensz, mit tudom, egy 5 éves gyerekkel sakkozni, le tudod győzni, nem? Tehát, hogy könnyű azt szeretni. Na, de ez kihívás, nem? Ez egy fekete pálya, még nekem is. Hát, de ne hagyja fel az ember. Na, képzeljék el, hogy milyen diadal lenne nekem, ha eljutnánk odáig, hogy hát együtt teszünk tanúságot a krisztusi szeretetről, nem? Na hát meredek, én nem mondom, de tehát most ha ő győz le engemet, és én kezdek el rossz kedvű, vagy gyűlölködő, vagy haragos lenni, akkor ő győzött, nem? Az övé a diadal. Hát ha én tudom őt szeretni, akkor is, hogyha néhány tövis szúr az ember körme alá, hát akkor az enyém a diadal. Tehát valahogy így kell felfogni ezt, tehát, hogy igen, vannak fekete pályák. Szeretettel várjuk őt is Székelyhídra vasárnap, hát ha erőteti ő is a béke rózsáját. Van-e még kérdése valakinek az atyához? A halálbüntetésről mit gondol? Én sokszor jártam a fegyházban. Képzeljék el, hogy Kalocsai fegyházban egy hölgy, hát beszélgettünk, mondhatnánk, gyóntattam, és mondta, hogy neki mekkora fájdalmat okoz, hogy már 8 éve nem látta a gyerekeit, az egyik 11 éves, másik 14 éves, 2 lány, és hogy hát én gondoltam, már 8 éve nem látta, akkor már olyan sok nem lehet hátra. És mondta, hát na most akkor minden, és megfogta a kezem, és azt mondja, atya, ha minden jól megy, 2052-ben szabadulok. És kiderült, hogy hát sok mindent csinált, ami, hogy mondjam, és ott ültem, és nagyon jó embernek éreztem, de valahol, valamikor olyan helyzetbe került, amikor nagyon buta döntést hozott. Most a gyűlölet, a harag, vagy mi vitte őt rá, gondolom a gonosz lélek csőbe húzta, de, és én azt gondolom, aki járt fegyházba, börtönbe, hogy mondjam, ki van, Kongóban voltam egy börtönbe, és ki volt írva a kápolnába, hogy börtönbe voltam, és meglátogattatok. Az irgalmassági cselekedet. Tehát, hogy Jézus azonosítsa magát a legsilányabb elítélt emberrel is. És életem egyik legszebb élménye volt, hogy
elmentem a Balassagyarmati fegyházba, meghívtak misézni. És hát elvittem magamba Várnagy Andreát, zongora művész, és a gyerekeket. És a gyerekek, gondoltam, énekelnek, Andrea zongorázik, és milyen szép lesz. De kiderült, hogy nekik van egy jó énekkaruk. Ez ilyen kétméteres, nagy darab szekrények, olyan szépen énekeltek, hogy öröm volt nézni vallásos énekeket, és mennyből az angyal, meg minden, alig tudtuk abba hagyni. Úgy belejöttünk az éneklésbe. És a végén mondom nekik, hogy olyan szépen énekelnek. Az én apám be volt zárva, és én sokat szenvedtem emiatt. Csináljunk egy CD-t, én prédikálok, ti énekeltek, nem olyan nagy szám, kinyomtatjuk, és mindenki küld a gyerekének karácsonyra ajándékot. Ott volt egy tábornok, a parancsnok, nagyszerű, mindenkinek tetszett. Na hát, jó van, készülünk. Rá két hétre felhívtak, hogy abban az évben volt Szent Adorján ünnepe, hogy ők írtak egy musicalt Szent Adorjánról. Na hát, nagyszerű, nézzük meg. Hát egy kicsit ugye, mondjuk ott a túl szépre sikeredett, hogy mindenki megtért a végén, meg minden, hát azt mondom, történelmi hitelességhez ragaszkodjunk. hogy mondjam, azért itt mindenkiből vértanul egy nagyjából, mármint ott. Arról szól a történet, ugye, hogy nem tudom mennyire ismerős, hogy hát Maximilianus császár idején üldözik a keresztényeket, Adorján egy tábornok, és ő is benne van, fogdossák össze a keresztényeket. És ez mint katona rádöbben arra, hogy hát azt mondja, halál előtt ezek énekelnek, bátrak, hogy mi a túró van velük? Mitől van ez a belső erő? Hát ő is sokszor a csatába katonáival szembenézett a halállal. És akkor elkezdett beszélgetni a keresztényekkel, tény az, hogy megtér, és végül elmegy, és Maximiusnak leteszi a kardját, és mondja, hogy vége van itt a bulinak, ő is keresztény lett, megkeresztelkedett, és akkor hát Maximilianus eléggé felkapja a vizet, és hát ugye vértanul ez belőle, ez a történet. De ezek nagyon szépen kidolgozták, énekkel, minden, vagy kilenc fegyenc, és végül, hát ugye Maximilianus, hát Adorjának volt egy felesége is, és Várnagy Andrá egy szép szőke, hosszúhajú nő, hát ő játszotta a női szerepet, és ha hiszik, ha nem, annyira jó sikerült a darab, hogy a börtönöknek a főparancsnoka megengedte, hogy a József Attila színházba karácsony előtt két nappal előadjuk a darabot. Elkelt minden jegy, és hogy mondjam, hát akkora élmény volt, a függöny mögött álltam, és a másik állt mellette, és azt mondja, atya, engem már raboltak el. Én is raboltam, bankot is, mindent. Azt mondja, de én még életemben annyira nem izgultam, mint itt ezzel a hülye fakarddal itt a kezembe. És olyan, meg lehet nézni, a YouTube-on fenn van az egész dolog, olyan állva tapsolt a börtönparancsnok, meg minden a végén, oda jött az egyik édesanyja, és azt mondja, Csaba testvér, én még ilyen büszke a fiamra, soha életemben nem voltam, mint most. És az volt a jutalom, hogy a szünetbe, ugye felvonások között, minden rab oda mehetett a rokonaihoz. Persze a rokonokat is mind elhívták, és minden ugye nem csak egy CD lett, hanem egy ilyen élő adás. És hát most mondanom se kell, hogy miénk a gyerekek, hogy hát volt egy Kígyó bácsi, nem mondom el, mi miatt volt a börtönben, de nagyon aranyos volt, és a gyerekekkel nagyon kedves volt, minden, és mondták, hogy parancsnok bácsi, engedj el a Kígyó bácsi, de jó ember. Hát mondták, mert 20 év múlva elengedik. Tehát, hogy irgalom. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy Magyarországon nincs halálbüntetés, hogy ez a nő is elvégezte a jogot ott bent, meg a mások is egyetemet tudnak tanulni. Könyvtáruk van, színdarabot írhatnak, nem tudom. Tehát most beszéltem egy ugyanilyen, az is 18 évre van elítélve, és bíztattam, hogy olyan jó gondolatai vannak, és olyan jó meglátás, mondtam, írjon egy könyvet, panasz helyett. Na, és hát ugye, kíváncsi vagyok, remélem jövőben tudok mutatni egy ilyen rácsos könyvet.
Tehát, hogy igen. Tehát, hogy nem, Istennek nem az a célja, hogy elpusztuljunk, vagy valakit kiírtsunk, hanem az, hogy megtérjünk. Hogy egymásból kiszeressük a jót. És valaki kérdezte, hogy ha valaki nagyon iszik, és nem akar megtérni, és csak hazudik, nem szabad falazni neki. Tehát én, hogy volt olyan gyerekünk, hogy háromszor járt az ötödik osztályt. És szóval nem mondtam, végül már az igazgató felhívott, hogy atya, ne engedjük át. Mondtam, nem, hát ha nem tud, nem figyel, akkor na. És az a fiú tavaly leérettségizett, és hozott nekem egy üveg bort. Úgyhogy, hogy mondjam, nem haragudt rám. Pedig háromszor, már végül is szégyeltem magamat, de ne adjunk ki búvót. Tehát annak a férfinek, aki ívott, tehát az volt a gyógyulás, hogy azóta nem iszik. Tehát felszabadítani a bűn terhe alól. Biztos, hogy valaki egy rossz szokást le tud győzni magába. Olyan diadal, hogy nagyon nagy, nem? És én azt gondolom, hogy hát az a jó, hogyha ő békét teremtünk. Tehát nem az, hogy nem öljük egymást, hanem engesztelődjünk ki egymással a szívből. Még kérdés esetleg? Igen, én, bocsánat, azt szeretném megkérdezni, hogy mit üzenne a gyerekeknek? Nagyon sok gyerek felnőtt is, hogy hát ő nem érzi magát elég jónak, elég szépnek, meg minden. Én mindig azt mondom, hogy te Isten remek műve vagy. Isten belerakott apait, anyait, mindent beléd. Persze tudom, hogy vannak olyan modern remek művek, amiket nagyon nehéz megérteni nekem, de ennek ellenére valahogy hinni kell azt, hogy tényleg mindenki egy csoda. És hogy így közeledsz a másikhoz. Tehát a gyerek milyennek látja magát, amilyennek a szemed tükre mutatja. De te is olyannak látod magadot, amilyennek a férjed szemed tükre mutatja, nem? Ha úgy néznek rá, hogy jaj, milyen aranyos vagy, mindjárt beléd harapok, megszépülsz, igaz? Azt mondják Székelyföldön, amelyik kutyának veszett hírét keltik, az meg fog veszni. Ilyen észszerű. Mutka az egyik lányunk jött haza, 16 éves, mondom, gratulálok, és azt mondom, mi ez? Mondom, látom, hogy szerelmes vagy. Azt mondom, mit lát a papbács, örökké csak ugrat. Hát mondom, nem éri a lábad a földet. És Mafra Leánka lenézett, hogy tényleg úgy van-e. Hát miért? Egy pattanásos legény, ő még ilyen szépet nem látott, és az a Leánka megszépül, kivirágzik, csip-csirép, egy postáról lehet látni, hogy ő szerelmes. Nem? Mert valaki szépnek látta. Ez sokszor elmondta a történetet, hogy Michel végén odajön egy férfi a feleségével, és azt mondja, atya, te olyan szépeket mondasz a családi életről, de lennél az én feleségemnek a férje. Mondjuk egy fél évig, na le legyek kínos, egy hétig. Kíváncsi lennék utána, miket prédikálnál. És nézem őket, és mondom, te az a baj, a feleséged nincs karbantartva. Azt mondja, mi az, hogy nincs karbantartva? Hát mondom, nem értek ehhez ahhoz. Nekem van érseki felmentésem az ilyen családi életes dolgok alól, de én úgy gondolom, hogy egy csokor virággal menné haza, megdicsérnéd a fizuráját, a főztjét. Ugye teológián nekünk úgy tanították, a bók az nem hazugság, az bók. Ha azt mondod, hogy én még ilyen finomat nem ettem, lehet, hogy nem igaz, de neki jól esik, igaz? De ugyanígy, hogy a ruháját, hogy te ez a blúzba, te 10 évet fiatalodtál, meg minden, bók, igaz? Hát mondom, meg ugye kicsit ebéd után karban tartanád, lehet, hogy a vacsora sokkal finomabb lenne. A felesége úgy bólogatott, hogy szinte kiakadt a nyakam. Igen, tehát ez is egy nagyon fontos, hogy megtanulni a másik szeretet nyelvét, és gyakorolni. Képzeljék el, hogy múltkor a YouTube-on lehet, önök is látták, hogy hát a cica, mama kedvence jön szépen Lábújhegyen, és hoz egy döglött gyíkot. Egész éjjel vadászta, elkapta, zövi, és most viszi,
ajándékba, nem? Szeretet nyelve. Ők ezzel akarja kifejezni a gazda iránti ragaszk. Férj távolról filmezi, hogy tudta megállni nyugodtan, nem tudom, de szépen látszik a jelenet. Aztán az nem látszik már, mikor az asszonyka felébredt. És meglátta maga mellett a dögöt, hogy akkor kapja a seprűt, vagy mit tudom én, mifélit. Szeretet nyelv. És azt gondolom, hogy nagyon sok a veszekedés az van, te meg vagy győződve, hogy szereted a másikat. És minden áron a férjed el akar vinni halászni, mert annál, hogy foci meccsre, na és te hideg rász, hogy most a hidegben ott álljak, és üvöltözek egy csomó vadidegen emberre, hát most hogy jövök én ide ehhez? Szeretett nyelv, nem? És nagyon sokszor a probléma az, hogy nem, tehát ő a szeretetét fejezi ki, és te is a magad módján szereted őt, de igazából úgy érzitek, hogy egymást bántsátok, sértegetitek. Tehát, hogy lehet a másik szeretet nyelvét megismerni? Ugye mi játszottunk ilyeneket, szoktunk a gyerekekkel angyalosdit. Mindenki leírja a nevét, és berakja egy csészébe, vagy valamibe, és kihúzol egy nevet, és akkor kihúzom mondjuk a kedves hölgyet, és hát egy hétig, vagy míg együtt vagyunk, én az ő őrző angyala vagyok. Az őrző angyalt nem lehet látni, nem lehet hallani, süttyomba, titokba szépen csinálod. Hát mit tudom én, kimegy valamerre, és szépen a párnájára rakok egy szál virágot, egy tábla csokoládét, vagy kipucolom a cipőjét, vagy kedveskedek, vagy valaki által küldök neki egy könyvet, vagy minden, és akkor kiküldte az őrző angyal. Na, és az egy jó játék. Meg kell próbálni, izgalmas. Na, én is az első nap mindjárt kaptam egy nagy szelet, lekváros kenyeret, így megkenve, ízzel. Jobbról, balról folyt is le, na nem baj. Volt vagy 50 gyerek, körbejárok, hát egy kicsi zömök leánka, pont olyan lekváros kenyeret majszol. Na, oda mentem, adtam egy nagy puszit a buksijára, mondom, köszöntöm az őrzangyal, kiárult el, kimondta el. Ugye Jézus azt mondja, hogy úgy szeressétek egymást, hogy magatokat. Na, itt Jézussal vitába szállnék, mert úgy kell én szeresselek tégedet, hogy te szeretnéd, hogy szeressed. Az a háziasszony sokkal jobban örvend a cica doromból, meg hozzadörgölődik, meg minden, mintha gyíkokat, meg mit tudom, verebeket visz neki ajándékba, nem? És ugyanígy, tehát ha igazán szereted a férjedet, akkor belekarol, és azt mondja, mikor viszel el halászni? Hát, biztos, hogy na, galambot lehet fogni azzal a férfivel, nem? Hogy te tényleg? Tehát, hát azt gondolja, mint Buddha megvilágosodta, hogy te is felfedezted a halászat szépségét, gyönyörűségét, és nem tudom, és még izgulsz is minden, nem túl gyakran, mert azért egyéb dolgod is van, de a szeretetnek ez a lényege. Le tudsz ülni azzal a gyerekkel, ember nem érgelődjezni. Hát neked halván gőzben annyi dolgod van meg minden, de mégis leülsz, mert ő azt szereti. Igaz? Hát itt vérzik el nagyon sok párkapcsolat, meg barátság, hogy nem szánok időt, hogy megismerjem, hogy neki mi a szeretet nyelve, és próbálja megtanulni azt, nem? Hát amikor kimentél Svédországba, azt hiszem ott laksz, meg kellett tanulni svédül. Hiába mondtad neki magyarul, ékes, hogy is éve, nem értette. Na, ugyanez van a szeretettel is. Van-e még kérdése valakinek? Hogyha nincs? Ha nincs akkor, több kérdés, akkor... elmondjuk. Az esti imát? Akkor elmondjuk az esti imát, és... Álljunk föl, és imádkozzunk az Úrhoz. Urunk Istenünk, körülöttünk olyan sokan ezt a világot vérbe, tűzbe borítsák, gyűlölködnek, háborúznak, ellenségeskednek. Add, hogy mi ne az ő útjukon járjunk. Add, hogy mi virágban, szeretetbe próbáljuk borítani kis családunkat, közösségeinket, népünket, szülőföldünket.
ehhez kérjük a segítségedet, harag helyett, panasz helyett virágot tudjunk ültetni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Köszönöm, hogy meghívtak, és én is szeretettel látom Önöket Erdély földjén. Polgári Mondó. Érték a felszínen.